Elkészült a szálloda, 4 milliárd forintból megépült és átadták a Hungest Hotel Sóstót. 320 milliós beruházás, 5,5 kilométeres szakaszon újult meg a Kótai út Nyíregyháza és Nyírszőlős között. Bölcsőde, 129 millió forintból épült új intézmény Piricsén. Elkészült a 4 milliárd forintos Hungest Hotel Sóstó. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. A 9000 négyzetméter alapterületen épült 123 szobás hotel étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness egységgel és fitness teremmel is rendelkezik. A szálláshely kialakítása azért is fontos, mert az elmúlt 6 évben nagy mértékben fejlődött a turizmus a városban, viszont ilyen komplex szolgáltatásokat nyújtó szálloda még nincs a megyeszékhelyen. Hétfő délután hivatalosan is átvette az üzemeltető az új sóstói szállodát. A hotel a Sóstó fejlesztési program részeként, a Modern Városok program keretében épült. A beruházás értéke összesen 4 milliárd forint, ebből 3,1 milliárd forint kormányzati támogatás és 900 millió forint saját önkormányzati forrás. A fejlesztésnek köszönhetően 85 új munkahely is létrejött. A szálloda építése turisztikai és gazdasági szempontból is fontos Nyíregyháza életében, közölte a megyeszékhely polgármestere. A gyógyturizmus, szivonal gyógyturizmus szempontjából ez hiányzott. De hiányzott az üzleti konferenciaturizmus területéről is egy ilyen hotel, ami legalább 100 szobás, 4 csillagos, olyan színvonalon tudja fogadni a vendégeket, és egy 200 fős konferenciateremmel is rendelkezik. Fontos Nyíregyháza közéletében is, mert ezt a hotelt, hogy egy ilyet építenek, évtizedek óta ígérgették, aztán nem történt semmi. Az új szálláshely számára azért is ideális Sóstó, mert Nyíregyháza Sóstó gyógyfürdőt 2013-ban nemzeti gyógyhelyé minősítették. A település részen pedig a fejlesztési program keretében már számos beruházás és új turisztikai attrakció is megvalósult. A 123 szobás szálloda kivitelezése 2017 májusában kezdődött. A 10 plusz 5 évre szóló üzemeltetési jogát tavaly áprilisban a Hungest Hotel ZRT nyerte. Ez Magyarország legnagyobb vidéki szállodalánca, a legtöbb belföldi vendéggel, legtöbb vidéken bonyolított vendégészakával, legtöbb gyógy- és wellness vendégészakával. A Hungest Hotel vezérigazgatója kiemelte, fontos számukra, hogy minden turisztikailag fontos helyszínen jelen legyenek, ezért pályáztak az üzemeltetésre. A hotel október 25-én nyitja meg kapuit a vendégek előtt. Most megkaptuk a házat, hát látszik, hogy szép, tiszta házat kaptunk. Nyilván apró hibajavítások minden építkezésen vannak, hát nyilván ezek folynak egyrészt. Harmadrészt nekünk otthonossá kell tenni, most a szállodát fel kell tölteni fogyóeszközökkel, ágynemükkel, függőnyökkel, kanál, kés, villa, és nekünk is meg kell ismernünk minden sarkot a kollégáimnak. Hogyha elkezdjük az üzemeltetést, a vendégek úgy érezzék, hogy igazi vendéglátók vagyunk, tehát mi jól ismerjük a házat, ez nagyon fontos, úgyhogy a következő napok ezekkel fognak eltelni. A több mint 9000 négyzetméter alapterületű, 123 szobás, 4 csillagos szálloda üzleti turizmusra is alkalmas. Kialakítottak egy 200 fős konferenciatermet. Az étterme 145 fős, ami a terasszal együtt 195 fősre bővíthető. A hotel alatt 90 férőhelyes mélygarázs is épült, de látványbárral, mini wellness egységgel és fitness teremmel is rendelkezik. Mintegy 320 millió forintból újult meg a 3822-es út 5,5 kilométeres szakasza, amely Nyíregyházát és Kótai köti össze. A felújítás során 7 autóbuszöböl pár peronjait is átépítették, valamint korszerűsítették a csapadékvízzel vezető rendszert is. A tervek szerint jövőre felújítják a maradék 2,5 kilométeres útszakaszt is. Nyíregyháza Nyírszőlős. Igen nagy itt a forgalom, az utóbbi években pedig nagyon leromlott a Kótaiba vezető szakasz állapota. Most 5,5 kilométeren megújult a burkolat, mintegy 320 millió forintot költöttek a fejlesztésekre Európai Uniós támogatásból. Nyíregyháza polgármestere elmondta, a város külterületi útjainak felújítása sokat javított a közlekedés minőségén. Ez egy főútvonal, nagyon sokan használják, és nem csak nyíregyháziak, hanem a Nyíregyháza agglomeráció között közlekedők, egy sokkal biztonságosabb és folyamatos közlekedést tesz lehetővé. Ugye itt vagyunk a város északi-északnyugati részén, a másik a D
délnyugati rész a Kertváros, ahol az elmúlt hetekben adtuk át a Rókabokari utat, elkészült a legyező Derkovics Dugonics utca, és ugye a nyugati elkerülőig megy ki az is. Tehát ennek a városrésznek már azt gondolom sokkal-sokkal jobb állapotban van az útrendszere. Sok még a tennivaló, de megvannak a terveink. Óvári László a Magyar Közút ZRT-től elmondta, Nyírszőlősön a csapadékvíz elvezetés problémáját is megoldották. A megyei igazgató hozzátette, a tervek szerint jövőre a maradék 2,5 kilométeres szakaszt is felújítják, ezen felül néhány héten belül átadják azt az utat is, amely Nyírtelket és Nyírszőlőst köti majd össze. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül a Nyíregyháza Kótai összekötő út mintegy 5,5 kilométer hosszan újulhatott meg. A felújítás során a kivitelezők elvégezték a burkolat profilmarását, majd felülettisztítást követően került sor a 6 cm vastag kopóréteg terítésére. Az új kopóréteget a kivitelező tartós burkolati jelekkel látta el, elvégezték a sérült úttartozékok cseréjét, valamint a szikkasztó és vízelvezető árkok tisztítását is. Ez a felújítás magában foglalta a szakaszon található 7 darab autóbusz öbölpár teljes körű felújítását is. Vindai Győző országgyűlési képviselő azt emelte ki, a felújítás előtt az említett szakaszon nehéz volt a bejutás a környező településekről, a nyugati elkerülő átadásával pedig a hosszabb útra indulók is jól járhatnak. Nyíregyháza és Nyírszőlőst köti össze, úgy hívja ezt a köznyelv, hogy Nyíregyháza Kótai út, és ugye több ezeren laknak Nyírszőlős kertvárosban, régi adósságot törlesztette ezzel a város, és ez egy összefogás eredménye, hiszen uniós forrásból épült, megyei topos forrásból, és azt is elősegíti, amellett, hogy Nyíregyházát Nyírszőlőssel összeköti, hogy a térséget is beköti, hiszen Kótai, Ibrány és Búj ezen az úton jut be Nyíregyházára, sőt azt is el kell mondanom, hogy most már a nyugati elkerülni, hogyha az autópályára akar fölmenni, akkor nem kell bejönni a városba, és a várost tehermentesíti a személyforgalomtól, de tehermentesíti a kamionforgalomtól, vagy a tehergépjármű forgalomtól is. Az átadó ünnepségen elhangzott az is, a terület és település fejlesztési operatív program keretein belül idén több, mint 60 kilométernyi út újult meg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. 129 millió forintból épült két csoportos bölcsőde Piricsém. A település lakossága nem csökken, évente átlagosan 30 gyermek születik, így nagy volt az igény a bölcsődei ellátása. Piricse az elmúlt 5 évben 18 nyertes pályázatnak köszönhetően több mint 2 milliárd forintos fejlesztési forrás kapott. A piricsei óvoda szomszédságában elkészült a bölcsőde is. Pénteken ünnepélyes keretek között átadták az új épületet. Itt két csoportban 12-12 gyermeket tudnak majd fogadni, de most még üres az intézmény. Jelenleg az a feladat, hogy a szülőknek felhívják a figyelmét az elérhető bölcsődei szolgáltatásokra. A polgármester kiemelte, ennek köszönhetően mindenki visszatérhet a munkaerőpiacra, mert a kisgyermekek számára is biztosított lesz a napközbeni ellátás a településen. A pénteken átadott bölcsőde a terület és település fejlesztési operatív program forrásából 129 millió forintból épült. Múlt év augusztus 27-én írtuk alá a támogatói okiratot, pontosabban kivitelezői okiratot. A kivitelezővel aztán megkezdődtek a munkálatok. A tél folyamán a belső munkálatokat sikerült elvégezni, hiszen mire a tél beköszöntött, akkorára a tető alá került az épület, és így a belső munkákkal is tudtak haladni. A tavaszt követően pedig megépült a kerítés, az hőszigetelés, a napelemes rendszer, szóval minden, ami egy új korszerű 21. századi bölcsödét eredményezett itt a településen. A bölcsődében két nagy csoportszobát, öltözőt, mosdókat és különböző mellékhelyiségeket is kialakítottak, valamint játszótér épült az udvaron. A lakosság szám nem csökken a településen, jelenleg az óvoda is 4 csoporttal működik, több mint 100 gyermekről gondoskodnak az intézményben, és a születések száma is évente körülbelül 30-33 fő. Az ünnepségen a térség országgyűlési képviselője kiemelte, Piricse rengeteget fejlődött az elmúlt években. Piricse ebben a ciklusban 2 milliárd forint értékű lehetőséghez jutott a Fidesz-KDNP kormány jóvoltából. Gratulálok polgármester úrnak,
mert hogy ezt a több mint egy tucatnyi pályázatot levezényelni, gondolok itt ugye a szennyvíz programra, piac létesítésére, konyha felújításra, iskola, energetikai felújításra, polgármesteri hivatal felújítására, ez embertelen munka volt. Pénteken a bölcsőde után egy ünnepélyes szalagátvágással a megújult polgármesteri hivatalt is átadták a településen. Nyíregyháza fejlődött a legtöbbet az elmúlt 9 évben a megyei jogú városok között. A további sikerekhez azonban hasonló együttműködés szükséges, mint a korábbi időszakban, közölte Hollik István kormányszóvivő. A Fidesz kormány számára a család az első. Csökkentették az adókat, és olyan országot építenek, ahol aki szeretne dolgozni, az talál is magának munkahelyet. Hangzott el a kormánypárt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Ezen az úton vagyunk, még nem értünk a végére, de lendületesen haladunk a célunk felé. Az eredmények egyértelműek. Adókat csökkentettünk, családi adókedvezményt vezettünk be, csökkentettük az államadóságot. Minden embernek, aki szeretne dolgozni, van is munkája. Ez igaz egyébként különösen Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére is, ahol magas volt a munkanélküliség, de itt is ma már lényegesen jobban állunk. Tulajdonképpen a munkanélküliség megszűnt. Közösségi összefogás eredményeként megépült Újfehértó első játszótere. A 9 millió forintos fejlesztés szombaton adta át az Újfehértói Nagy Családosok Egyesülete. A közösségi térre már nagy igény volt a helyiek körében, hangzott el a szalagátvágáson. 2,5 hónap alatt készült el Újfehértó első játszótere. A munkálatok augusztus 10-én kezdődtek, és október 5-én szombaton át is adták a gyermekek számára a templom udvarán kialakított közösségi teret. A játszótér megvalósításának ötlete akkor fogalmazódott meg bennem, amikor tavaly nyáron egy vasárnap délután a családi ebéd után eldöntöttük a családot, bemegyünk Nyíregyházára a Bújtosi Városligetbe játszani egy kicsit a gyerekekkel, hisz Újfehértón nem volt játszótér, és ott 8 olyan újfehértői családdal találkoztam, akiket ismerek. És hogy beszélgetve velük, ők is elmondták, hogy felháborítónak tartják azt, hogy Újfehértón egy ekkora városban nincs egy köztéri játszótér, ekkor fogalmazódott meg. Ezután az Újfehértói Nagy Családosok Egyesületével vette fel a kapcsolatot Hosszú József, majd újfehértói és környékbeli vállalkozók támogatásával sikerült kialakítani a játszóteret. Nagyon fontos és mindig jó látni, amikor egy közösség összefog egy közös cél érdekében, közölte Sanda Tamás államtitkár a szabolcsi kisvárosban. Nagyszerű dolog, hogy ebből az összefogásból érték született. Elkészült az a játszótér itt Újfehértón, amelyik egy hiánypótló dolog. Eddig nem volt ilyen lehetőség a gyerekek számára. Ráadásul csodálatos helyre sikerült építeni, hiszen a kereszt árnyékában van ez a játszótér. Abban is bízhatunk, hogy ez a gyerekzsivaj az behallatszik a templomba, és a templom pedigban zajló mise pedig kihaladszik a játszótérre. Bár a szombati átadó ünnepségen az időjárás nem kedvezett a gyermekek számára, a kedvüket nem vette el attól, hogy felavassák az új játszóteret Újfehértón. Megállt az idő rakamazon, rossz pályára került, és nem fejlődött a település az elmúlt években, hangzott el a Fidesz-KDNP hétfői sajtótájékoztatóján. Szerintük a jelenlegi városvezetés alkalmatlan, rosszul gazdálkodik, és nem riad vissza a törvénysértésektől sem. A kormánypárti polgármester jelölt hozzátette, az önkormányzati üléseket sem dokumentálták megfelelően a település honlapján. Mindenképpen betartanánk a törvényeket, amit a megyei kormányhivatal is előír, hogy mindenképpen 15 napon belül fel kell tölteni a anyagot a internetre, nyilvánosságot szeretnénk, amióta ők vannak a önkormányzat élén, egyetlen egy videófelvétel nincs, előző városvezetésnél minden egyes testületülésről megvolt a videófelvétel, amit a városi televízió közvetített, és 15 napon belül minden egyes törvényi feltételnek eleget tettünk. Nem indokolt az önkormányzati rendészet felállítása a megyeszékhelyen, a Fidesz helyi szervezetének álláspontja szerint. A párt nyíregyházi alelnöke hétfői sajtótájékoztatóján döntésképtelennek nevezte az ellenzéki összefogást, azzal magyarázva ezt, hogy az abban résztvevő pártok, szervezetek ideológiájukban nagyon eltérőek. A politikus az ellenzék plakátolására is reagált. Igazából még mindig nem értem azt a logikát, amellyel a második körben általuk, vélhetően általuk kihelyezett plakátokat, melyek impresszum nélkül kerültek kihelyezésre,
és szintén eltávolításra kerültek hatóságilag, miért nem vállalják fel, hogy azt is ők helyezték ki? Miért gondolják azt, hogy azon nyíregyháziak, akik most ennek az eltávolításnak a költségeit viselik, őket a hatalomba fogják segíteni, hogyha már az elején ilyenekkel indítanak? A jogszabályokat konkrétumokkal tölti meg a nyíregyházi törvényszék és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság hétfő délután aláírt együttműködési megállapodása, hangzott el a rendezvény sajtótájékoztatóján. Az együttműködés célja, hogy az évek óta tartó hatékony társszervi kapcsolatot tovább erősítse és kiterjessze. A határozatlan idejű megállapodási jogszabályváltozásnál vagy újonnan jelentkező feladatok esetén módosítható. Ezáltal a terhek jobban elosztanak a két szervezet között, ugyanakkor nagyobb felelősséget is jelent a hatóságok szakemberei számára. A jogszabályi kötelezettségek keretében a bűnjelkezeléssel, a távmeghallgatással kapcsolatos kérdésekben működünk együtt, de a jogszabályi kötelezettségen túl mind a két szervezet közreműködik a felnövekvő ifjúságnak a jogtudatra nevelésében, a törvény és a jogszabály tiszteletre nevelésben, illetőleg más egyéb szakmai kérdésekben. Döntetlennel zárult a Kisvárda-Vác NB1-es női kézilabda mérkőzés. A hazaiak a második félidőben 6 gólos hátrányban is voltak, 13 másodperccel a meccs vége előtt azonban átvették a vezetést. A Vác a hátralévő időben egyenlíteni tudott, így 24-24-es eredménnyel ért véget a találkozó. A találkozó előtt mindkét csapat két győzelemmel és két vereséggel állt a tabellán, így egyenlő erők küzdelmére lehetett számítani. Az első negyed órában felváltva estek a gólok, aztán a Vác ellépett ellenfelétől, és 14-11-es vendégvezetésnél mentek pihenőre a csapatok. Szünet után tovább növelte előnyét a Dunaparti gárda, 21-16-nál úgy tűnt, hogy eldőlt a mérkőzés. A Kisvárda azonban hosszú hajrát nyitott, és 23-23-nál utolérte ellenfelét, sőt 13 másodperccel a meccs vége előtt Dombi góljával a vezetést is megszerezte a házigazda. A Vác még támadhatott egyet, és Hámori lövése utatta át Pásztor kapujába, így 24-24-jel zárult a találkozó. Egy elvesztett mérkőzést hoztunk vissza a sírból. Valahol a 45. percben éreztem először azt a csapaton, hogy tényleg abban a hőfokban játszunk, és azt csináljuk, amit szerettünk volna, és amit elterveztünk. A válogatottól visszaérkező játékosai nagyon visszafogott teljesítmény nyújtottak, és ezen a mai napon azok a játékosok tettek nagyon sokat hozzám a jégjátékban, akik eddig talán kevesebbet is nem voltak ennyire meghatározó szerepben. A vendégek edzője azt sajnálta, hogy 6 gólos vezetésüknél nem tudták lezárni a mérkőzést. Mi egy megnyert mérkőzést adtunk ki a kezünkből, tehát egy ilyen 6 gólos előnynél már ezt a mérkőzést normális módon meg kell nyerni egy csapatnak. Nagyon a kezünkben volt, csak magunkat okolhatjuk, illetve a Kisvárda aztán feltámadta, és egy nagyon-nagyon komoly végjátékot produkált, de elsősorban magunkat hibáztathatjuk, mert mi adtuk meg nekik a lehetőséget, amivel ők jól éltek. Az 5 gólt szerző Dombi Luca a meccs alakulását tekintve nem volt elégedetlen az egy ponttal. Hazai pályán a Vác ellen szerintem ez egy nagyon jó eredménye a döntetlen, főleg úgy, hogy 6-tal elment a Vác. Második fél időt szerintem egy kicsit belefáradtunk, vagy nehézkesen kezdtük el, úgy ott nagy előnyt adtunk, aztán a fél idő végére összeállt a védekezésünk, sikerült gyors gólokat szereznünk, a Betty tényleg remekül védett, és hát kiegyeztünk volna igazából ezzel a döntetlennel a meccs előtt. Az NB1 tabellájának élén a Győr áll 5 mérkőzésen szerzett 10 pontjával, megelőzve a szintén 10 pontos Ferencvárost. Az 5 pontos Kisvárda a 7. helyen várja szerdai székesfehérvári vendégjátékát. 6 gólos mérkőzésen játszott döntetlent a Kisvárda a labdarúgó NB1 8. fordulójában. Mirjuca László együttese 2 gólos félidei hátrányból fordítva megszerezte a vezetést, végül azonban 3-3-mal zárult a találkozó. Vereséget szenvedett az NB2-ben a Nyíregyháza Spartacus, a Spari Budafokon kapott ki 2-0-ra. Most pedig iradunk végén nézzük legfontosabb híreinket még egyszer néhány mondatban.
Elkészült a 4 milliárd forintos Hungest Hotel sóstó. A 9000 négyzetméter alapterületen épült 123 szobás hotel étteremmel, konferenciateremmel, látványbárral, mini wellness egységgel és fitness teremmel is rendelkezik. A szálláshely kialakítása azért is fontos, mert az elmúlt 6 évben nagy mértékben fejlődött a turizmus a városban, viszont ilyen komplex szolgáltatásokat nyújtó szálloda még nincs a megyeszékhelyen. Mintegy 320 millió forintból újult meg a 3822-es út 5,5 kilométeres szakasza, amely Nyíregyházát és Kótajt köti össze. A felújítás során 7 autóbusz öböl pár peronjait is átépítették, valamint korszerűsítették a csapadékvízzel vezető rendszert is. A tervek szerint jövőre felújítják a maradék 2,5 kilométeres útszakaszt is. Már Piricsén is biztosított a bölcsődei ellátás, 129 millió forintból épült új intézmény a településen. A település lakossága nem csökken, évente átlagosan 30 gyermek születik, így nagy volt az igény a bölcsődei ellátásra. Piricse az elmúlt 5 évben több mint 2 milliárd forintos fejlesztési forrást kapott. Önök a Kölcsey Televízió híradóját látták október 7-én, hétfőn, friss hírekkel, legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is internetes oldalunkon visszanézhetik. Én munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Komoly felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti majd a változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +2 fok között alakul. Kedden gyengén felhős napos idő várható, majd megnövekszik a felhőzet, csapadék nem lesz. A déli szél helyenként megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül valószínű. Szerdán a napos időt követően este újabb front érkezik, ami csütörtökön felhősebb időt okoz, több helyen várható kisebb eső, zápor. A hétvégén és a jövő hét elején száraz, meleg levegő áramlik térségünkbe, emiatt sok napsütésre, csapadékmentes, kellemes őszi időre számíthatunk. Fagymentesek lesznek az éjszakák, és délután 20-25 fok között lesz a hőmérséklet.